Jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket a Spurs stadionjából, ahol a Carabao Kupa, azaz a Liga Kupának a harmadik fordulójánál vagyunk, és hát melyik meccset néznék meg, mint nem más, mint a Tottenham Hotspur Nottingham Forest mérkőzést. Nem is olyan régen, hát az első fordulóban találkoztak először egymással a két csapat az idei szezonban, de most úgy tűnik, hogy a Liga Kupában is erőt képviselve mutathatják meg maguknak, hogy sikerül-e a győzelem a vendégeknek. Na nézzük is akkor a két csapat összeállítását. Itt látható a hazai kezdő 11-re a mérkőzésre, amiben nem volt változtatás, tehát nem pihentette egyik csapat sem a legjobbjait. Tulajdonképpen a legerősebb kezdő 11-et küldte pályára a hazai vezetőedzője. 5-2-3-as felállásban játszanak természetesen a hazaiak. A szokásos készfogások természetesen a mérkőzés előtt, és ott látható természetesen, hogy Navas ott fogja védeni a kaput. Természetesen a vendégeknél azok is szerepet játszanak, akik kevesebbet játszottak. Itt látható, ott látható például a kezdőben Šurić, illetve Niakate fellépeltetett. A többi név az kevésbé ismeretlen, még Vinicius Junior is kezdő ezen a mai találkozón. Mondjuk ő kevesebbet, így is úgy is igen, amit említettem korábban, keveset játszik. Tehát a cél nem más, mint mindkét csapat számára, hogy megnyerje a mérkőzést, és hogy tovább jusson a Liga Kupában, mert hát hogyha megnézzük a keretek erősségét, illetve még a bajnokságban elfoglalt helyezést is, miközben Joris meg Vinicius láthattuk a közeli képeneken, megkezdődik a mérkőzés, amit a Spurs indított útjára, természetesen fehér mezben látható. Láthatóak, és a vendégek meg sárga-kék felszerelésben, ilyen brazil válogatott féle sárga mezben. Son indul meg nagy lendülettel a bal oldalon, rögtön a harmadik percben indítja a támadást a hazai csapat, és azt a labdát találta el egyébként a vendégjátékos. Szóval visszatérve az előző gondolatmenetre, hogy ha ránézzük a kereteke a tabellára a bajnokságban, akkor inkább a Liga Kupa az, amelyik történelmi sikert hozna ismételten a Nottingham Forestnek. Hát azért a bajnokságban is elsődleges cél, hogy bent maradjanak. Elsődleges cél, hogy bent maradjanak, de hát azért a kupákban is azért sokáig el akarnak menetelni a vendégek. Kerkez a szélére, Vinicius, Kouyaté, nagyon jól összehették Vinicius-szal egyiket, a Southamptonnál nagyon jól játszott Vinicius, beadja középre Šurićnak, gól! Megszerzi a vezetést a Nottingham Forest a 10. percben, a csereként beállt Šurić találatával, megszerzik a vezetést a vendégek. Egy nagyon szép támadás végén, ott látható középen, hogy üresen van. Hát, hogy miért nem figyeltek a hazaiak a kiugró játékosra, az óriási rejtély. És nagyon szépen eltalálja, nagyon szépen csapódik a labda. A kapuban Joris csak nézte, de ezt nem tudta elérni. A 10. percben 0-1. Kettő perc a hosszabbítás, Mangala, Benzema, nem sikerül lefordulni a kapuig, Højbjerg, Richarlison, és ez volt a mérkőzés utolsó momentuma. Hát kedves nézőink, egy elég eseménytelen mérkőzésen 1-0-ra győz, de nagy meglepetéssel a Nottingham Forest a Tottenham Hotspur ellen, úgyhogy azt kell mondani, hogy teljesen megérdemelten győznek, egy úgymond José Mourinho-s féle eredményt beállítottak, a képen látható Sam Šurić a 10. percben szerzett találatával megnyerte és elvitte a 3 pontot, tehát mondhatni, hogy 3 pontot, még közelebbről megcsodálhatjuk a Nottingham Forest szurkolókat is, úgyhogy a végeredmény még egyszer Spurs Nottingham 0-1. Viszontlátásra! Nos, hát kedves emberek, ez volt az első mérkőzés. Ahogy nem említettem, nagyon, de nagyon eseménytelen volt, úgyhogy hogyha meglepődtetek azon, hogy miért ilyen rövid volt ez az első meccs, hát azért, mert tényleg eseménytelen volt, tehát alig volt helyzet. Helyzetecskék, inkább úgy mondanám, nem tudom, ilyen rövid meccseket nem akarok nektek lejátszani, hogyha tényleg látszódik az, hogy ilyen könnyű a meccs,
Akkor inkább azt mondanám, hogy hogy akkor inkább nem veszem fel, fölvenni fölveszem, de akkor már úgy, hogy fölveszem, de hogyha úgy döntök, hogy ez nem lesz jó, akkor inkább azt mondom nektek, hogy azt a meccset fölvettem nektek, de aztán úgy döntöttem, hogy nem játszom le úgy fel videóban, hanem inkább tehát, hogy felvételen kívül, na. Tehát, hogyha mondjuk egy sima mérkőzést játszok le nektek, akkor inkább azt mondom, hogy nem felvettem nektek, de inkább csak a legfontosabbakat, tehát azok, amik kellenek. Tehát, hogyha most a Carabao kupában egy nagyon jó ellenfelet kapunk, mit tudom én, a Liverpoolt vagy a Chelsea-t, akkor nyilván azt is le fogom felveszem teljes mértékben, de annak nincsen értelme, hogyha 1-0-ás győzelmet aratok ott is, és tényleg alig van helyzet, csak a mezőnyben van, olykor eljut mind a két csapat a kapuig, akkor tényleg nem éri meg fölvenni teljesen a meccset, hanem jó, hát fölvenni, fölveszem, aztán utólag rájövök, hogy azt akkor mégse kellett volna fölvenni, mert nincsenek helyzetek, csak akkor, amikor tényleg van valami. Na most a következő ellenfél az Everton elleni mérkőzés lesz, ami hát a bajnokság szempontjából nem annyira rossz ellenfél. Hát úgymond a kis Liverpool csapata, hogyha lehet ezt mondani. Mert amúgy tényleg azok. És ahogy nézem, ezt a videót látjátok már azóta, én már fölvettem pár részt. És mi a 12-ek vagyunk, az Everton a 13-dik, tehát most ott vagyunk majdnem hát az alsóházban vagyunk még. De egy győzelem esetén azért még nyilván nagyon dobna amúgy a lelkesedésünk, meg mindenkin is, hogy elindulunk fölfelé rendesen, és ott vagyunk majdnem az élmezőnyben. Hát annak mindenki tudna örülni. Csak hát ugye milyen a foci. Nem mindig azt kapod meg, amit kell, bár pedig nagyon szeretnéd, de na, értitek. Na, szóval, hát én nem mondtam nektek már, de elmondtam már 100 millió egyszer is, hogy de elmondom kétszer, vagy akár 1 milliószor is, ezer meg egyszer, hogy nekem nem az a célom, hogy bajnokságot nyerjek egy ilyen kis csapattal, hanem mit tudom én, legyen meg először a bennmaradás, hogyha meg lesz a konferencia, tegyük fel, meg lesz a konferencia indulást jelentő hely. Annak is örülni fogok, vagy hogyha Európa Liga, tök mindegy, a lényeg, hogy nem akarok rögtön bajnokságot nyerni ezzel a kicsi csapattal, mert tényleg kicsi csapat. És hát a valóságban is bent tudtak maradni az előző szezonban, és azt kell mondanom, hogy nem igazán lettek, hogy dobogósok, maradjunk annyiban, inkább az alsóházban végeztek. És meg tudom mondani nektek, de most nem fogom megmondani nektek, majd ugye úgy is ki fogom írni nektek itt utólag, úgyhogy következzen akkor az Everton elleni mérkőzés, és még egyszer jó szórakozást kívánok hozzá! Derűfényes, szép jó napot kívánok a kedves tévénézőknek, jó napot kívánok! Ez itt a Premier League 5. fordulójának a záró mérkőzése, záró találkozója, és ebből a párosításból a Nottingham Forest Everton mérkőzést tekinthetjük meg. Mindkét csapat egyébként egymás mellett van a tabellán elfoglalt helyezés. Hiszen a vendég Everton a 13., a Nottingham, a hazai csapat meg viszont följebb, 12. helyen a tabellán, mind a ketten 7-7 pontosok. Na de nézzük is akkor a két csapat összeállítását. Láthatjuk a hazaiak 2-11-ét, amiben nem történt változtatás. Természetesen ott van Selvey, Yates, a Freuer és ott van a három támadó, Johnson, Benzema, illetve Vinicius. A cserepadon ott van Masvanhais, ugye legutóbb az Arsenal ellen játszott, és ott tehát kezdő, hát ugye játszott, és ott sikerült győztes gólt szereznie.
Szóval mind a két csapat 7-7 ponttal áll, de jobb gólkülönbségnek köszönhetően a Nottingham megelőzi őket. Itt látható az Everton kezdője, Pickford védi a kaput. Jó kis 4-1-4-1-es felállással, ott van Townsend, a többi játékos és elől Maupay, aki kirobban, itt ez tehát Sean Dyche kezdő 11. Szóval a vendégeknél 2 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség, de szintén a Nottinghamnek ez a mérlege. 7-7 pontosok, tehát ahogy említettem, gólkülönbség, tehát jobb gólkülönbségük van a hazaiaknak is, hogyha győznek, akkor biztos ott lehetnek az élmezőnyben. Ha kikapnak, akkor természetesen helyet cserélnek a tabellán. Megkezdődik a mérkőzés, természetesen piros mezben látható a Nottingham Forest és sárga mezben a vendég Everton, amelyik szeretne győzni ezen a mai találkozón, hiszen ha továbbra is vereségeket szenvednek, akkor természetesen ott lesznek a kieső zóna környékén. Márpedig a kieső zónában ott van a Brentford, illetve a Crystal Palace, de közben nézzük Benzemát. Legutóbb az Everton 2-1-re kikapott a Manchester United ellen hazai pályán, a hazai Nottingham Forestnek 3-3-at játszott a Southampton ellen, úgyhogy nagyon jó kis mérkőzésből jön a hazai csapat, úgyhogy mindenféleképpen az a cél. Na de nézzük Johnson, jön Pickford, átemeli a kapus fölött és megszerzi a vezetést. A Nottingham Forest rögtön a 7. percben, hát nem mondanám azt, hogy rögtön, de a mérkőzés elején megszerzik a vezetést a hazaiak. Hát a gólvágó, az, ahogy említettem, az előző szezonban a másodosztályban gyakorlatilag Rebben mellett ő volt a másik, aki gyártotta a gólokat. Most is ő az egyes számú játékos, aki gólt lő, átemeli, ez nagyon szép gól, vezetnek a hazaiak. És ez volt a harmadik gólja a 6 meccsen belül egyébként Johnsonnak. Maupay, Townsendnek ki a szélre. Mindig ő. Maupay, az nagyon jó labda, Townsend. Nézzük, sikerül-e kiegyenlíteni, ott a lehetőség, Navas! A végállomás. Itt látható a felirat, nézzük még egyszer, itt látható Tom Davisnek a kísérlete, ami hát majdnem kirúgta a stadionból a labdát. 42. percben vagyunk, újabb Everton szöglet, több szögletet végeznek el a vendégek. Nézzük, az előbb említett Townsend végzi el. Ott a fejes, Navasnak kell belekapnia. Nagyon szép védés. Hát a kollégák, nem tudom, hogy miért rakták oda a kamerát, nem láttunk semmit. Na nézzük még egyszer ezt a szögletet. Ott a fejes, Navas. Aztán még ott van Servei előtt a lehetőség, miért nem lövi onnan ki? Jön Navas, de Aurier előnyösebb helyzetben volt. Na nézzük, egy kontratámadás indul meg nagy lendülettel, Johnson indul a jobb oldalon. Belül ott van Benzema is, de ott van Vinicius, és Vinicius kapná, de pont felszabadítanak a védők. Johnson ismételhet. Ellövi inkább mellé, de megpattant, úgyhogy szöglet következik. 2 perc lesz a hosszabbítás az első fél időben. Tehát ott még egyszer. Igen, az megpattant, nem volt kéz, mert az pont a láb bára esett, rúgta. Nézzük a hazai szögletet. Ezt is Johnson fogja beívelni. Alig nem lefújja a játékvezető az első fél időt, ezután a szöglet után. Vinicius átemeli, de nem jön össze. És aztán véget ér az első 45 perc. Hát kedves nézőink, lehetőségek itt is, meg ott is voltak, úgyhogy egyelőre 1-0-ra vezet a Nottingham Forest a képen látható Brennan Johnson 7. percben szerzett góljával, úgyhogy egyelőre 1-0 a hazaiak javára, induljunk hamarosan. Townsend jött le a pályáról és jött fel Gray. Na nézzük ezt a szabadrugást, kifejelik a hazaiak, és büntetőt ítél a játékvezető az 56. percben. Na vajon mi történt? A csapatkapitány Yates volt a szabálytalan, kézzel ütött bele, hogy megharapta ellenfelét.
Hát ebből a visszalásításból nem tudtuk ezt kideríteni. Tiszpe a második, na nézzük, egyenlített a Everton. És kiegyenlít magabiztosan Mapei. Magabiztosan értékesítette a büntetőt. 1-1, visszajön a mérkőzésbe az Everton. Az 56. perc, most már inkább 57. percben vagyunk. Navas, nem tudom, megküvülten át. A támadó meg egy kicsit ilyen panyinkás mozdulattal átemelte. És lágyon alány esett a labdának. Nyílt a játék. Ismét. 57. percben, igen. Vinicius. Vinicius cselezget. Lepasszolja Benzemának, de nem jön össze. Hogy megkaparítsák a labdát. Ez jó labdaszerzés, Jéz. Most át mégsem jó labdaszerzés. Szabálytalanság. Még egy nagyon jó. De nem, les volt, elnézést. Davis. Onana, már pedig nem a interes Onanára kell gondolni. Yates szerez labdát a középpályán, megindulhat a hazai csapat. Benzema, Johnson. Na nézzük, Johnson ellövi, gól! 66. perc, ismét megszerzi a vezetést Nottingham Forest. Hát ki más, kedves nézők, mint Brennan Johnson. Most ő a leggólerősebb támadó, ugye Grebben elment a nyáron a csapatból. Így hát most a méltó utód úgy tűnik, hogy Johnson lesz. Hát, bár nyilván hozzáteszem, hogy ez még csak a 6. forduló. Ugye korábban azt mondtam, hogy 5. fordulónál vagyunk, de a 6. fordulóban úgy tűnik, hogy Johnson elkezdte a gólgyártást. 2-1 a hazaiak javára. De viszont lehetséges, hogy most gólra gól lesz, mert labdát szerez az Everton. Onana. És jó, a védelem egyelőre. Benzema. Egy embert beültetett a hintába, de aztán a másikon már nem jutott túl. Megint szétszakad a védelem. Maupay. Ott a beadás a hosszúra. Kifejelik, de ott van még Onana előtt a lehetőség. Onana cselezget, lepasszolja, Mapei, Navas. Hűha. Millán jött föl egyébként a vendégeknél, és Scarpa a hazaiaknál. Az előbb ő fogta a labdát. Nézzük Benzema, elég egy gyatrán szabadít föl a hazai csapat, Davis. Miná, gól! 2-2, az utolsó 15 percbe érve megszerzi az egyenlítő gólt az Everton. Ismét kiegyenlítenek a vendégek, 2-2, most már a mérkőzés állása. Na mi lesz még ebben a mérkőzésben? Hát azt nem tudom, kedves nézők, de én azt gondolom, hogy lesz még fordulat ebbe a mérkőzésbe, én azt mondom. Lesz még ebbe fordulat. Én azt mondom, valamelyik csapat biztos meg fogja nyerni a mérkőzést. Vinicius. Vinicius. Gól! Hát nem 2-2. Mi 2-2? 3-2 a mérkőzés állása, kedves nézők. Hát a középkezdést követően Vinicius gondolta, hogy elindul, és senki, el se kezdték még a kezdőrugást a hazaiak, is már rögtön megszerzik újra a vezetést. 3-2. Óriási fordulat. Na mi lesz még ebbe a mérkőzésbe? És az végén lehet itt lesz még egy suszpaim, mert hogy Vinicius megindul, 5 perc a hosszabbítás. Vinicius áthámoz magát két emberen, ott a lövés, Pickford! A 93. percben meccsbe tartja a csapatát. Mindenáron nem szeretne gólt. Hát igaz mi... Hát szeretne gólt lőni Vinicius, de viszont nem szeretne több gólt kapni Pickford. Na nézzük!
Kis szöglet lesz. Ott a beadás. Egy Benzema egy ólozó mozdulat! Mi maradt ki, te jóságoség? Hát élete gólját szerezhette volna Benzema. Itatotó egy ólozó, de Pickford véd. Na nézzük, 94. perc utolsó előtti szögletek egyik, utolsó szögletek egyike. Ezt viszont Scarpa végezheti el. Vinicius ellövi, megpattan, mindig ott lehet a lehetőség. Lehet, hogy ez volt a mérkőzés utolsó momentuma. Milla Onaná felé, azt Vinagre kapta, és itt a mérkőzés vége. Kedves nézőink, én azt mondom, hogy egy nagyon jó, izgalmas mérkőzés. Igaz, hogy az első félidő nem volt annyira izgalmas, de a második félidőben felpörögtek az események is. Azt kell gondolnom, hogy egy izgalmas mérkőzést láthattunk. Egy izgalmas 90 percet, és itt látható Brennan Johnson. Nem tudom, hogy a kollégák miért pont egy szurkolót mutatnak, de most már látható a képen is. Úgyhogy a végeredménnyel búcsúzom, egy nagyon jó mérkőzés. Végén a végeredmény, Nottingham Forest, Everton, 3-2. Innen a helyszínről visszatlátásra, visszatallásra. Nos, kedves emberek, egybe gyűltek kedves hölgyeim, uraim. Egy nagyon izgalmas, ez izgalmasabb meccs volt egyébként, mint a Spurs elleni kupa mérkőzés. Azt kell mondanom, hogy azért az Everton elleni meccsben azt kell mondanom, hogy voltak izgalmak. Bevallom őszintén, én azt kell mondanom, hogy igaz, hogy a hatodik fordulóban voltunk, igaz, hogy először azt mondtam, hogy ötödik forduló, de kezdben a hatodik. Szóval azt kell mondanom, hogy olyan izgalmas mérkőzések még lesznek ebben a szezonban, és na, tehát gondolom ti is kíváncsiak vagytok rá. Íme, igen, hatodikok vagyunk a tabellán. Ez nagyon jó, és hát természetesen Newcastle-el nem fogjuk majd a következő hónapot, azaz az októbert elkezdeni. Hát megmondom nektek őszintén, de csak őszintén, hogy azért tartok egy ilyen ellen. Hát minden ellenfél olyan, amilyen erősség szempontjából, de én azt kell mondanom, hogy a Newcastle nekem az egyik kedvenc csapatom úgy a Premier League-ből. Azt azért mondom, mert a Journey-ben is, amikor kölcsönbe kellett menni, én mindig a Newcastle-t választottam, és na, nekem valamiért megtetszett ez a csapat, az a csapat, ugye. De a játékos karriertől soha nem játszottam úgy, hogy az előbb említett csapatban. Itt látható, tehát a kieső zóna, hogy a Brentford, a Crystal Palace, illetve a Burns Mount azok, akik egyelőre a kieső zónában tartózkodnak. Mit is akarok még mondani nektek? Hogy a következő részben fogunk találkozni. Nagyon remélem, hogy elnyert a tetszéseteket ez a mai epizód. Még mielőtt elbúcsúznék, gyorsan elmondom nektek, hogy a Mitoszok és Legendák című epizód, akik még itt maradt a videó végére, hogy a Mitoszok és Legendák azok természetesen fognak folytatódni. Szerdán vannak Nottingham Forest videók, és péntekenként lesznek Mitoszok és Legendák videók, hogyha minden jól megy. Na, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel a csatornámra, én Domi voltam a továbbra is én leszek. Sziasztok, vigyázzatok magatokra, szép napot kívánok nektek. Sziasztok!